Comes easy now, doesn't it, Taylor? Extract is a satellite. Na jó van, menjünk. Ja, jó, bocs, bocs, srácok. Gekt, ready. Get wrecked. Ja igen, mert hallom a hülyába hangokat. Ambo, ambo. Ez volt a jelenet, amikor így először mentem rajta, és így... Ez annyira oda van ez a hangulat. És akkor ez a legjobb, oda néz. Kibaszott robotok, bazd meg. Robbanás! Fuck you, bitches! De nagyon komoly, nagyon hangulata volt ennek az egésznek, annyira jó így. És kurva jól indul a sztori. Nem, amit nem a sztori, maga így az akció, tehát egy jó bemelegítő akció, a sztoriról még nem sokat tudunk. De majd fogunk arról is. Jó van. Anyádat desseljék ki, bozd meg! Azt a kurva! Azt a kurva! You guys hear that? You hearing things already? That itchy finger of yours is infecting your ears. Hey, fuck you. Fuck you too. I hear it too. Listen. Holy shit. Contact! Contact! NRC assault robots moving in. A shitload of them. We need that door open now. Give us some cover fire. Get inside. Go, go, go. Get inside, jó, már, már jó, megyek, jó, ezért nem tudtam, mi a fasz van most. Hú. Taylor, we're in the clear. We can take them. Azt hittem, már sose indul el a párbeszéd. Those other hostages we saw, you can get them out. Not a mission priority. It may not be a mission priority, but there are still people, damn it. Or have you changed so much that you've forgotten what that feels like? Oh, micsoda lelki zsarolás. All right, change of plan. Az igazság az, hogy az elmúlt kodokban leszámít utoljára Black Ops 1-ben és 2-ben, mivel kapcsolat van a kettő között, a kodnak sem sikerült, ugyanúgy, mint a Battlefieldnek, olyan karaktereket kidolgozni. A igazából, hogy Isten igazából Captain Price óta olyan karaktereket kidolgoznia, és Soap óta, amelyek megjegyzendőek. Igen, pusztító erő, srácok. És ez olyan kicsit kiveszi a hangulatot. Oh, szevasztok! Anyád! Igen, ezt imádjuk, ez kell. Egy ágyú, tolni az OP-ságot, a repülőket lelőni. Jó szórakozás az minden nap. Csináljad a D-túrodat. Oh yeah! Szarcsalátok. De nagyon komoly. Ez kell nekünk. Fuxítás, rombolás. Oh, robot hadsereg. Azért gazdag hadsereg ez az egyiptomi, vagy nem tudom. Ennyi robotot megengedhetnek magára maguknak, vagy ez már ilyen olcsó. Ó, anyád! Bazdmeg, rám jött a szívba egy pillanatra. Anyád, geci. Ezek felmásznak. Mi van veled? Epic! Az mi? Az mi robbant föl? Azt kurva. De igen,
megvan a háborús hangulata, vagy néha tudnám értékelni ugyanezt a Battlefieldbe, és ugyanezt az őrületet, ezt a lehetetlen, vagy hát ki tudja, lehet egyes embereknek ez mindennapi élet az irodával, de ezt a lehetetlen helyzetek című történetet néha beraknak Battlefieldbe is. Szerintem tök jó hangulata lenne, jó lehet elvenni a Battlefieldnek a lényegét. Are you alright? Can you move? Fine. Wow, so I guess we're good. We're good. Get me out of here. Get me out of here. Oh, kusher. Wow, man. Back to Russia. Tell me, what are you out? Azt csinálom, jó kussoljál, mert feltartom őket, egész hadsereget. Ezek ide jönnek, anyád. Ez akkora helyzet. Emlékeztek még a Medal of Honor Elite Assault-ban? A végén volt egy ilyen helyzet, ott kint vagy egy dombon, és jönnek, és jönnek, és jönnek. Na, a pillanat, amikor az ujjad a szádban van és rágod a körmöd. Aha! Jó van. Vagy... Hang tight, you're not dying today! Remélem is. Azt a kurva. Mit akartam tökör rúgni? Geci! Azaz, igen. Rúgjad még tökön. What the fuck? De a robot miért csinálja ezt? Nem mondná, hogy erre van programozva. Azt a kurva. És még üssed. Ez hogy lehet túlélni? Jól indul. Na, és minden bizonnyal így leszünk robotok. Ami hát nagyszerű. Azt a kurva. De azért nagyon túl van szétkapott. Hát rossz volt nézni. Na jó van, folytassuk. Leopera, megyünk tovább. Where am I? It's okay, calm down. Just relax. It'll be fine. Azt a kurva. That's one of them. Achieved our objectives. Man's always gonna be better than machine. Ja, igen, man's always gonna be better than a machine, bár. Ez ugye azt mondta, hogy az ember mindig jobb lesz, mint a gépben, de ha egyszer a gép elkapja a tökedet, bazd meg. Who are you? It's me, Taylor. I think it's time you woke up. Och, a baba arc. Jól indult a sztori, és a játék kellett ez az akció, ez a bemelegítés, mert ahogy ez lenni szokott az unalmas rész, csak akkor most jön. Hey! Still with us? Majd fogom magyarázni a történetet, hogy jól lett. Annak, aki nem értené. Do you know what's happening to you? Am I dreaming? Well, let's say you are. Why not just go with it, right? After all, you can always wake up. December 12th, 2054, 7:30 a.m. We're on board a private commuter train headed to the Zurich headquarters of the Coalescence Corporation. Our cargo. Prototype for the Winslow Cord Neural Network Initiative. At its core, specialized AI software that's capable of rewriting itself in order to interface with any other system in the world. State-of-the-art stuff back in the day. It'd go on to revolutionize a broad range of military and civilian applications. At least, it would have if the train had reached its destination. At 7:31 a.m., a terrorist group detonated an explosive device on board this train. The incident sent back our robotics program several years
You're here to stop it. This isn't real. It can't be. What is happening to me? Right now, you're in a medically induced coma being prepped for surgery. You've got a new bit of hardware inside your head. It's called a direct neural interface, or DNI. I've got one too. That's how I'm able to communicate with you. Your DNI is what connects your mind with your new body and the larger world around you. We're connected. All of this is a simulation inside our minds. And you got a long way to go. Na, akkor most jön a magyarázat, srácok, jó? Kicsit kilépünk, hogy kell kapjuk. Na most a lényeg az, hogy szimulációt játszunk végre. Volt ez a vonat, ami a vonaton volt egy mesterséges intelligencia, ami képes volt bármilyen másik számítástechnikai eszközhöz alkalmazkodni, újraírni, átírni önmagát. És ezzel ugye nagy eredményt ért volna el a robotika terén, hadviselés terén és általában civil területeken, és na most ez a vonat elméletileg felrobbant, és most ezt a szituációt gyakorlatilag csináljuk végig, hogy hát hogyan tudnak megoldani, és végig csináljuk a teljes helyzetet az elejétől a végig, miközben a terroristák megpróbálták felrobbantani a vonatot, elérni a vonatig, és megcsinálni a vonatot. Nagyon érdekes a sztori, és ugye műtétre állunk előkészületbe, de az agyunkhoz beépítettek egy ilyen DNA-t, ami gyakorlatilag más, nem csak kapcsolatban áll a fejünkkel, és mi kapcsolatban állunk mindenkivel, és egy teljes virtuális valóságot tudunk magunknak létrehozni, hogyha szükség van rá. Na most, akkor folytatódjék a történet, és most gyakorlatilag végig játsszuk a történetet, az elejétől egészen a vonatig, amíg felrabban a bomba, és megpróbáljuk megakadályozni, felrabbanja majd ez a bomba. Zerg security forces receive an anonymous tip giving them the location of a hideout the terrorists are using. Mert ugye ezek az események már megtörténtek. És mindez Zürichben játszódik, Németországban, és az ottani egységek kaptak egy hívást, és egy fülest, ami alapján kiderítették, hogy egy terrorista szervezet azon dolgozik, hogy felrobbantsák a vonatot. A másik dolog, amiről akartam beszélni, hogy a vicc az, leszakítják a végtagjét, a találatot eltörök minden, kapsz egy robotizéket. Kapsz egy műkarokat, és ezt olyan lazán elfogadod, hogy most már mindennapos életednél váltak, életed részével váltak ezek a műkarok. Semmi trauma, semmi izé. Mert az ember ezt ilyen könnyen leszokta nyelni. A lényeg az, hogy ez a DNA úgy működik, hogy csak azzal kerülsz kapcsolatba, akivel akarsz, akivel nem akarsz, és a többi, szóval csak gondolni kell rá, és megcsinálja helyettel a kapcsolatot, ez a cucc. Na jó, menjünk. És most, mint hogyha ott lennénk a helyszínen. Minden, ami piros lövön, jó? Nem okos dolgokat szoktak mondani. De azért néha jó, ha emlékeztetnek, nem? Azt a kurva, na lehet, hogy mégiscsak hallgatni kéne az okos dolgokra, jó, én még nem mondtak semmit, na, menjünk, akkor is fölfelé szeretek menni, onnan oda, le, right, fuck you, na ne bassza már, nem lehet átlőni egy plane. A plane-en nem lehet át. Mi ez? Ez jó? Ez nem jó. Tactical mode, fuck you! Hármas gomba tactical mode. És ez felér egy VH-val. Nagyon komolyan vagy. Gyógyuljál már! Ez az. Nyomulok, hogyha nem haragszatok, mert ha nem szerintem a padunalmas. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Opp, akkor azok most.
Oké, az te lehetett a gránátot, mekkora még azt is látni. Alright, use your enhanced mobility. It may take a little getting used to, but your confidence will soon grow. Try it for yourself. I got a hunter says you can do it. Nem ugrál, miért nem ugrál? Ezt nem is most kell használni, jó. Ez mi? Mi ez? Tudjátok mi a vicces, hogy ezt megcsináltam elsőre. Miért nem akar menni? Jó van, le van szarva. Ez hülye. Jó van, no comment. Vagy simán föl kéne mennie rajta. Fura, először sikerült. Érdekes. Baszd meg magad. De jó, így kijelzi előtted az utat, hogy merre van a veszély, merre kezd veszély lenni, hol van a jó terület, ez tök jó, ez tök jó. Nem lehet átmenni a falon, jó, oké. Oké. Let's see. Mennyit kell beléd lőni, na? Fantasztikó. Attack mode info is synced across the team. One of us sees something, we all see it. Even through cover. Aha, a VH működik ugye, egyértelműen működik csapat szinten is. Fasza, egyébként az például a multiban ez a képesség. Ez egy kicsit gagyiban van megoldva. Check your ammo, fuck you. Mondjuk történetesen kell ammo, baszod. Itt miért piros minden? Kell az az ammo. Köszön. Oké, okay, ez nice. Jó, hogy mindig fúra tölt. Oké. Okay. Remélem nem egy robbanó hordó előtt állok. Az azért kurva vicces lenne. Valami nem robban, már elég volt az ebből. Fuck yeah! The AI doesn't just help us communicate with each other. It allows us to interact with a variety of computer systems, including pretty much all the basic drone units. Now, bipeds, sophisticated ground units, those are a whole lot trickier, brother. Those sons of bitches got a damn high. Oh, ez már. You try to process a control like this, de nem annyira durván, mint a másik. Your brain is toast. Hey, jó van. These fuckers are easy. Go ahead. Hack in. Go see what's on the other side of the wall. Meghekkelünk egy ilyet, de azt mondtam, hogy a nehezebb robotokat, a durvább robotokat a nehezebb meghekkelni. Most akkor én is kapok egy? Ez most itt... Most én nem kapok egyet? Hé! Hé, nekem is kéne kapni egyet!